hogy mi jutott eszembe, mikor az, hogy tévébemondónak lenni, tehát valahogy én úgy gondoltam arra, mint lehetőség, hogy hát az olimposzra, az istenek közé hogy kerülnék én. Ha kívülről nézett valaki, lehet, hogy azt is gondolhatta rólam, hogy milyen magának való ez a lány. Holott ennek az alapja az, hogy soha nem tudtam feloldódni ebben a fővárosi közegben. Ahogy gyarapodnak az éveim számai, egyre inkább azt érzem, hogy, hogy azt csinálom és azt csinálhatom, amihez kedvem van. Nem vagyok hajlandó az energiámat, a szívemet, a lelkemet gyötörni olyan dolgokkal, amin én nem fogok tudni változtatni. Most jó, most legyen ez még, tartson még ez egy darabig, és amikor majd egy következő szakaszhoz érek, majd akkor azt oldjuk meg, vagy majd arra találunk megoldást. De most, most még jó. Üdvözlöm Önöket, Endrei Judit, a Botta Café vendége, azt mondta, hogy ne írjunk ki semmi mást. Tehát, hogy ne írjuk, hogy volt tévé, és meg nem tudom mi, ő az Endrei Judit. És azt gondolom, hogy tényleg sokaknak az, tehát milliók nézték vala, és változatlanul csinál műsort, és azt mondja, hogy most a legszabadabb. Ez miben áll ez a most a legszabadabb? Először is Szervusz Gábor. Szia. köszönöm szépen a meghívást. Hát, ó, én köszönöm, hogy jöttél. Miben áll ez a szabadság? Nézd, ahogy halad, ahogy gyarapodnak az éveim számai, egyre inkább azt érzem, hogy, hogy azt csinálom, és azt csinálhatom, amihez kedvem van. Itt az előzetes beszélgetésnél, ahogy megérkeztem, ezt is szóba ejtettem, hogy mióta eljöttem a tévéből, tulajdonképpen én nem tartozom csapatokhoz, nem tartozom körökhöz, nem járok ide-oda kávézóba. De szándékos, tehát nem is hívtak, vagy te nem is akartál már, mert azt mondtad, hogy na, ebből elég volt. Az az érdekes, hogy tévés koromban is ilyen voltam. Imádtam tévézni, imádtam azokat a csapatokat, akikkel egy-egy műsoron együtt dolgoztunk, de amikor kialudtak a lámpák, tudtam, hogy a társaság még átmegy mondjuk a szomszéd étterembe, vagy valahol házi bulit szerveznek, én nem mentem, De nem. Miért nem Nehéz erre válaszolnom, mert biztos, hogy benne van az is, hogy tudod, én egy, egy vidéki lány voltam, vagyok, tulajdonképpen Szentendre ma is vidék, és biztos, hogy volt bennem mindig is egy zárkózottság, önbizalomhiány, a főváros nekem olyan nagyon főváros, és, és valahogy úgy éreztem, hogy én nem tudok ebbe úgy beleilleni. De ez már akkor is, amikor tényleg akkor... milliók néztek, igen. és te voltál az igen. egyik legnagyobb tévésztár. Hát... Ez kisebbségérzés érzés is, hogy igen. te? E, de... De... de mit éreztél, hogy mit nem tudsz, vagy miért nem passzol ebbe? be? minden, Ugye azt gondoltam, hogy a fővárosiak azok olyan menők, vagányok, jól néznek ki, jól öltöz. Most sorolhatnám ezeket. Most nagyon-nagyon őszinte nagyon vagyok. Jól hogy... néztél ki, jól öltöztél. Hát És azt érezted, hogy nem. Hát, igen, ez mind figyelj, ha el, meghívtak, nagyon ritkán elmentem mondjuk egy-egy fogadásra. És én megálltam az első oszlop mellett kezemben egy nem tudom, üdítővel, mert ugye leginkább autóval jártam. Ha valaki jött hozzám, és kedvesen szóba elegetett, akkor én beszélgettem. Majd továbbment, én meg ott álltam. Tehát, Tehát hogy nem te ment, tudtam, te nem mentél nem mentem, oda. Nem, nem tudtam feloldódni. Nem nagyon beszélek én erről, most veled valószínűleg szívesen ültem le beszélgetni, és most mondom, ami a legmélyén van az én lelkemnek. És ez így is maradt. Tehát pláne mióta eljöttem a tévéből, ugye ott még, ott még egy csapat vett körül ott, ott. Tudtam a helyem, a feladatom, mióta meg eljöttem, tehát én nem nem Tévésként se ültem ott egy-egy vezető előszobájában, biztos ismered ezt a típust, aki ott ül az előszobában, egy füzettel a hón alatt, és akkor jön, hogy há, micsoda ötleteim vannak, ebből a szempontból én elkényeztetett voltam, hiszen egyik műsorból kerültem a másikba, meg volt, hogy egy héten négyszer-ötször voltam képernyőn. De az, ahol lában sendünk, nem, nem. Ha ott volt egy megbeszélés helyszíne, ja, jó, de jó, az, jó, hogy én beüljek szájra. oda, vagy nem, nem jártam le a menzára, ahol ott tud, vagy nem ez a étteremnek hívták ott a tévébe, oda se jártam be. Tehát ha kívülről nézett valaki, lehet, hogy azt is gondolhatta rólam, hogy milyen magának való ez a lány. Holott, Sőt, hogy nagyképű, nem? Hát még ez is felmerülhetett, mondjuk ez vissza hozzám, így azért nem jutott. De de hogy aki, aki hat. ilyen igen, arról szokták, igen, szokták igen, ezt abszolút. gondolni, hogy na nem áll igen, szóba igen, velünk Igen, 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 igen. Hát és valóban, hiszen akkor mi nagyon, tehát a bemondók, képernyősök nagyon népszerűek voltunk, tehát akár valóban gondolhatták ezt rólam, holott ennek az alapja az, hogy soha nem tudtam feloldódni ebben a fővárosi közegben És ha valaki én. az utcán oda ment az hozzád, hogy jaj, kedves <coughs> Judit. Az egészen más. Azt az, az, mindig soha nem nyafogtam, hogy jaj, milyen nehezemre esik nekem ez, hogy engem. Nem. Azt mindig, ha kedvesen jöttek, akkor én kedvesen, türelmesen reagáltam, mind a mai napig, hiszen nem egyszer megtörténik, ha nem is a fizimiskám alapján, de, de, hogy a hangomra felkapják egy boltban a fejüket, vagy valahol, ha, ha meghallanak, akkor rögtön beazonosítanak. Mert állítólag a szüleid azok a típusok voltak, akik ez vasárnap így van. A, a, nem tudom, falu volt? Az város? egy pici pici falu, falu, volt. Mondd mm. a nevét, mert most tenyő. Igen, nem jutott a eszembe, nem Tisza tenyő. Tehát, hogy, hogy bárki vasárnap is ugye a mamád iskola igazgató Igen. volt, a papa. Apukám főkönyvelő Milyen volt fok... a Tiezben. Hú, ez hát nagyon komoly hát nagyon pedig. Hát, hogy ne figyelj, egy pici faluban volt a vasút állomásvezető, volt a, az orvos, volt, voltak a szüleim, és nem is tudom, nem is nagyon tartozott bele ebbe a kis, nevezzük idézélbe értelmiségi körbe. Igen. Tehát, hogy bárki vasárnap is bármilyen Igen, problémával. Tehát hogy Bármilyen nagyon... problémával hozzám is lehetett, és nekem lehetett írni, mind a mai napig lehet írni. Neked a mobil de... számod kint van a honlapodon. Hát képzeld el, a lányom mondta azt, hogy de mama, hát hogy lehet, hogy kint van a honlapod? Mondom, fiam, az én számomat már annyian tudják munkarévén, hogy eszembe se jutott, hogy ennek valami veszélye lehet. Na, szóval, <hül> hogy a véletlenül lettél tévés, mert hogy Szegeden, Harmadéves voltál, uh -huh. ugye? Orosz-magyar, ugye? Orosz-magyar főiskola szak, és akkor Fischer Sándor valahogy, aki beszéten volt, Így van? Nem hallatszik. De én is jártam hozzá. Szóval, hogy hogy kiszúrt, hogy melőled, de hogy szúrt ki, ez egy milyen alkalom volt? Ez annyira véletlen, és akkor picit így ez az önbizalomhiány, meg kisítőség, amire így vissza. Tehát én, én soha nem vágytam semmi olyan szakmára, hivatásra, pályára, ami a magamutogatással. Sőt, visszaúszod, a gyerek voltál, tesódat toltad igen. előre, ha oh, valami kell. Ez szó pedig öt évvel fiatalabb kislány, de valóban így volt. Valószínű, tehát vizsgáztam egy kedves tanáromnál, és, és akkor fölvetődött ez, hogy Judit mit csinál maga esténként hát így ránéztem a tanár úrra, hogy mégis mire gondolt, de gyorsan kiderült, hogy lesz a Szegedi Körzeti Stúdió, ugye a másik akkor volt alakulóban Pécset, és hogy mi jutott eszembe, mikor az, hogy TV lenni, tehát valahogy én úgy gondoltam arra, mint lehetőség, hogy Hát az olimposzra, az istenek közé hogy kerülnék én, tudod? Tehát a kíváncsiság, négyünket hoztak el Budapestre, és a kíváncsiság volt bennem erős, hogy egyszer majd látom a tévé De a hoztuk el, az kicsoda. Ja, igen, tehát a szegedi körzeti stúdió akkor volt alakulóban, és látod, az én életemben azért a szerencse sokszor ott volt valahol, mert a stúdió vezetője, akkor már ez 76 márciusáról beszélünk, 76 novemberében kerültem képernyőre, és a stúdió vezetője egy civil ember volt, pontosabban egy politikailag odatett valaki volt, akinek az egész televíziózásból az volt a legfontosabb, hogy neki saját bemondója legyen Szegeden. Tehát soha nem lettem volna bemondó, ha ő nem azt érzi, Tényleg? hogy Esküszöm. Tehát ő semmit nem tudott a televízióról. Tehát most milyen Mint, tesse, Hát akkor... Igen. És akkor négy önket elhoztak, tehát négy lányra mondták ott a Szegeden, hogy jó, hát akkor ezeket. De kik, a... kik mondták ezt? Tehát az ott nem soraltás. válogatás. A Tan... tanár úr ajánlott engem, gondolom, látod erre most. Ami egy magyar tanár mondjuk. Ő vagy... pedagógia. Aha. szakos volt. egy És nagyon mit mondott, kereset. hogy miért rajált téged? Semmi. Én szépen beszéltem akkor is, mert szép kiejtési versenyeken indultam, Aha. ez a kazinci, Igen. É, ugye, mint magyar szakos is, mm -hmm. tehát valószínűleg inkább az volt, az, tehát részben az volt a szempont, hogy egy helyes kislány legyen, másrészt az volt a szempont, hogy kulturált, legyen megjelenésében, beszédében, Aha. ennyi. Hát mit, tudtak, mit tudták ők, akik engem ott az akkori tévéseknek, akik nem tévések voltak, mondom, hanem Lányos. abszolút civil emberek, és akkor ez a négy lány, négy lányt ez a szegedi új vezetés felküldte Budapestre, és akkor hangzott el az és nagyon magabiztosan, nagyon jókedvűen, nagyon vidáman viselkedtem, hiszen semmi esélyét nem láttam annak, hogy, hogy majd a négy lány közül engem fognak választani. Mert neked onnan a kis faluból, akinek tényleg ablak igen. volt a tévé a világra, ja, szó szerint, szó ahogy szerint. mondtad, ez tényleg olyan volt, hogy. Hát figyelj, hát ez elmondhatatlan igen. érzés volt, hogy, hogy én most ott vagyok, ahol egyébként a Kudlik sétál, vagy a Takács Marika. A tokács, igen. Igen és, és akkor hangzott el, nem jött ki tanár úr a vezérlőből, csak kiüzent, hogy csúnya is, csúnyán is beszél, de ezzel a kislányal megpróbálkozik. És ez volt Ez a volt Fischer Sándor? Ez volt Fischer Sándor. Aki nagyon szeretett aztán engem, de nagyon szigorú volt Te az -e én szerencsém. mikor voltál? -e? Hát most nézd, mi a szép? Most nézel egy búzavirágot, vagy nem is ne a búzavirág szép, de nézel egy vadvirágot a mező szélén. Nem biztos, hogy szebbnek látod, mint egy nemesített rózsát. Na most én így szoktam magamról olykor beszélni, mint egy vadvirág, úgy kerültem be ebbe a, ebbe a világba. És mondott valamit, hogy miért, ha, ha ő azt mondja, hogy csúnya, és csúnyán beszél, akkor miért próbálkozik meg Nem, akkor szépen ki voltam írva, és hétről hétre hozott fel engem a Fekete Volga Szegedről. Fekete Volga? Hát akkor még azok voltak a Mercedesek és Audik, és nem tudom mi minden. Igen, hozott fel Fischer órára, és amin nagyon kellett tanár úr szerint javítani, meg hát én, én, én teljesen mindent úgy csináltam, és, és mindent elhittem, hogy úgy kell csinálni, tehát a hangomon kellett mélyíteni. Én ma se vagyok egy beszédű valaki, tehát a tempóján kellett javítani, a, a testsúlyomon kellett igazítani. Hát ha most olyan karcsú lennék, mint akkor voltam duci, érted? Akkor boldog lennék, vagy hát nem boldog, de boldogabb lennék, mert most most, ugye megint ez van, ami van. Na, mindegy. Tehát a tanár úr szigorúan kezelésbe vett engem. Igen, mert ő nem csak beszélt. Nem, tehát, nem. Ha ő minden. Ő, ő, ő úgy, Igen, de, úgy ő, ugye tanított a színművészetén úgy, is, meg a rádióban is, így van. meg a tévé. tehát így mindenütt tanított, így és van. Ő, ő embert formált. Így van, így így van. meg gyakran csajokról beszélgetem. Anekdótázat, de nektek nyilván nem. Nekünk nem. Úgyhogy én érdekes, hogy most kérdezhetnéd, ugye, hogy és akkor miért akartam én akkor már ott lenni? Mert Biztos előjött bennem ez az eminens tanuló, ez a szófogadó, ez ha az a feladat, akkor a lehető legjobban megcsinálom, és biztos, hogy még oda nem kerültem, még be nem mutattak, tehát ha a tanár úr azt mondta, hogy, nem tudom, Toldi előhangját mondjam el százszor a következő óráig, én biztos, hogy ötszázszor mondtam el, ilyen mélyített, öblös hangon. Tehát valószínűleg akkor már felülkerekedett, vagy a kíváncsiságon mellé be csatlakozott ezt, hogy ha tanár úr azt mondta, akkor az úgy lesz, és úgy csinálom. És akkor egyszer csak elégedett hát egyszerűen. volt veled, tanár úr? Azt nem Rajta tudom, tanultad, egy... hogy bekerülsz a tévébe? Ö, nem, akkor már ki voltam választva. Ugye itt van egy érdekes rész ennek a mesének, mert Szegeden kezdtem el dolgozni. Uh -huh. Én itt bemondó lettem. Egy igen. Így van, és ott nem volt elég feladat bemondónak, hiszen havi egy műsor volt, arra is föl kellett jönni Budapestre konferálni, mert Tényleg. nem volt meg a technika, hogy élőben onnan jelentke. De hát ez figyelj, mintha az őskorról <laughs> mesélnék most neked. És előállt az a jó magyar helyzet, hogy voltak a Szegedi, mondhatnám, civilekből, alakult tévések, akik tanulták mi azt, hogy televíziózni, és Budapestről jött le egy csapat, aki tanította a szegedieket. És voltunk mi, az én volt férjemmel, valahogy így a két csapat között, se ide nem akartunk, se oda, mi csak úgy ártatlanul tettük a dolgunkat. És valami nagyon rossz, rossz ízű dolog keletkezett, hogy mind a két csapat mi ránk kezdett el neheztelni és ránk támadni. És, és akkor én följöttem Budapestre és a Bemondók akkori főnökének, mert jártam föl gyakorolni iskola tévé. Hát valószínűleg csak a mi tudja, mi az, hogy iskola tévé volt a, a műsorokban. És akkor azt mondta Székely Györgyike, hogy Judit, már éppen eleget belét fektettünk Ha nem Szeged, akkor jössz Budapestre. És mondhatnám, ez megint egy szerencse volt, mert lehet, hogy azóta is valahol ott Szegeden lennék, nyilván már nem tévéznék, mert ott aztán már nincs közveti stúdió, vagy nem is tudom, milyen tévé van ott. Úgyhogy így végül is 78. januárjától a magyar televízió Budapesti egyik bemondója lettem. És akkor tulajdonképpen tíz évig voltál bemondó, és aztán igen? utána lett és szerkesztőm is az első a Horváth János ültetett be magam mellé. Igen, igen. Ez van. a 48 óra, hétvége. Hétvége, volt. hétvége. hétvége. Ez, ez vízválasztó volt az én pályámon is, és szerintem a magyar televíziózásban is, hogy az a feszesebb, kicsit szigorúbb, televízió oldódással, kicsit lazulás, ez a hétvége volt az, ami két éven keresztül ment negyed évente. Igen. És látod, ez is megint a nyolc, talán 80 körül, 80-as évek elején három csoport indult, Vitrai, Vizinger, Horvát vezetésével. Tehát tanultunk. Hát ilyen, ilyen riporter képzés, műsorvezető képzés. És én a János csoportjában, és a János nem, tehát nekem nem derült ki, hogy ő, nem tudom, kedvenc diákja vagyok-e, vagy, vagy, tehát semmilyen nem derült ki, és így lepett meg engem az, amikor 85-ben, a hétvégében maga, úgymond maga mellül, tehát nyilván az egy csapatnak, vagy egy tímnek volt a döntése, hogy, hogy az Endrei legyen Horváth Jancsi mellett, de hát végül is odaültetett, és ezt én nagyon-nagyon-nagyon szerettem. És? Hát figyelj, én Imád. lubickoltam a televíziózásban. Tehát, Tehát látod, te nem, nem szavadt az élő. Én Sőt imádtam szerettem. élőben lenni jobban, mind a mai napig, hiszen hogyha hibátlanabb műsort állíthatsz elő, hiszen legfeljebb leállít a, a rendező, és azt mondja, hogy na, ezt vegyük újra, mondjuk egy felvételnél de az élőnek annak van egy olyan, benned alapvetően van egy olyan izgalma, egy olyan, most nem tudom, miért ez villan be, mert hogy a színházban biztos, amikor a színész a színpadon van, működik benne valami, ami nem egy hétköznapi érzés, és persze hibázni is többet hibázik az ember, de aztán én annyira magamra találtam, hogyha hibáztam, és akkor azt is olyan könnyedén tudtam, és úgy beszélgettem a nézővel a kamerán keresztül, mint, mint most veled. Tehát ez. Ezt én de szeretem. változatlanul, ha elmentél neten egy pattira, <laughs> akkor, akkor álltam ott az úgy, úgy. Ez nem furcsa? Ez egy nagy ellentmondás, lehet, hogyha terápiára járnék, amire sose jártam, lehet, hogy ő megfejteni. De valami folyamat, te is végeztél, Az más, ez, nem? más. Persze, a, egy, egy, kó, a, a, most nagyon leegyszerűsítve, te ezt ugyanúgy tudod, mint én, de mégis leegyszerűsítve, ha te terápiára jársz, egy pszichológushoz, ott a múltat kezditek felbontani. Egy kócsal kezdesz el dolgozni, ott a jövőt felé lépsz. Most nagyon Aha. leegyszerűsítettem. Elvégeztem, mert ez is érdekelt, izgatott. Ugye a hugo ebben nagyon jó szakemberré képezte ki magát, fantasztikusan sok embernek segített már a pályáján az életébe. Állítólag olyanoknak is, akit frissen rúgtak ki, mondjuk hát, a tévétől. Hát, fantasztikus az Erika, tehát nagyon sok ember hálás lehet neki, mert nem csak mint a favágás, hanem évek múlva visszajeleznek neki, évek múlva megköszönik neki, tehát ő nagyon, nagyon, jól tudja, nagyon napra kész tudása van ezen a területen, és nagyon sok ember hálás lehet, igen. De amit a coach iskolában megtanultam, azt az ember a hétköznapokban is tudja hasznosítani. Ugyanígy voltam a, egyszer egy pénzintézet mediátornak, kértve, azt se tudtam igazándiból, hogy mi az, hogy mediátor, gyorsan ott is beiratkoztam egy iskolába. Tehát én, én szeretek iskolai keretek között is tanulni, de szeretek mind a mai napig minden új információt begyűjteni, és lényegében ez is a tanulás része, nem? Hát előtt, ha minden igaz, úgy kezdődik a napot, hogy hogy Igen. megnézed uh -huh. a cikkeket, ezt azt azt Igen. Mars az erdőbe, mert hogy. Többnyire öt, így van. 5 kilométer gyaloglás nélkül nem nagyon lehet nap. Ez így van, figyelj. Hát. Hogy mikor kezdtünk el így gyalogolni néha hugommal így kezdjük visszafejteni az időben, mert tévésként nem igazán volt jellemző rám, hogy valamilyen testmozgás. Nagyon sokat dolgoztam, és valószínűleg örültem, hogy nem már otthon vagyok végre. És valahol az egyik ilyen időszak volt épp akkor, mikor a tévéből eljöttem, tehát mielőtt megszületett az a döntés, akkor nagyon sokat kiártunk a pilis tövébe onnan Szentendréről, és ott nagy beszélgetések zajlottak. A másik ilyen impulzust az édesanyánk halála adta, hogy ő úgy idősödött, ahogy nem szabad idősödni. Hogy valaki csak ül a tévé előtt, valaki dohányzik, valaki nem egészségesen táplálkozik, és akkor, akkor mind a kettőnkben nagyon erős volt ez, ez az érzés, vagy ez a késztetés, hogy, hogy, hogy az egészségnél nincs fontosabb. Úgyhogy az öt kilométernek meg kell lenni. Igen, ezt te mondod, hogy ez nem pénzkérdése, hogy valaki, pontosan emlékszem a mondatodra, sorozatokat bámul a tévé előtt, vagy fölveszi a sportcipőjét, és kimegy a szabadba. Ez nem pénzkérdése. Tehát sok, sok mindenben igaz, hogy egészségesen élni, az nem egy olcsó dolog, Hát már csak minőségi kajákat Így van, venni. Pontosan erről, bár dietetikusok szokták azt mondani, hogy a minőségi kajából viszont jóval kevesebb kell, mint a nem minőségi kajából, meg egyáltalán, ha idősödünk, akkor együnk kevesebbet, tehát ez egy külön része lehetne egy a beszélgetésnek, de az, hogy felveszed, az nem is kell luxus, nekem se luxus sportcipőim vannak, felveszem a sportcipőt, farmer, pulcsit, jackit, akármit, és elindulok, az, az, nem pénzkérdés, az egy döntés kérdése és nagyon örülök, mert van egy gyalogló közösségem, nem vagyunk százezren, relatíve kevesen vagyunk. Gyalogló Ilyet Igen. Is hallott. Gyalogló hát a hallott. köz... igen, a Facebookon összejött egy jó kis társaság, és túl azon, hogy egymást ösztönözzük, hogy, hogy akkor ma voltál már, vagy még ezután mész, vagy vigyázz már most jégbordás az út. Barátságot tud, nekem nagyon fontos az, hogy, hogy olyan, nem tudom, jól fogalmazom mert hogy olyan emberi létben lenni, tudod? Tehát ebben nekem nem az a fontos, hogy most hány ezren vannak a gyaloglók közösségben, hanem az a fontos, hogy, hogy ezek az emberek elkezdtek egymásra figyelni, elkezdtek egymás között. Tehát én egy ilyen, kis, kis túlzással, ilyen katalizátor vagyok. Tehát nem kell nekem ott napi szinten minden napot lenni, de, de barátságok alakulnak ki, találkoznak az életben egymással. Szóval nekem, nekem ez egy fontos dolog. Na de amikor mondjuk nyakadba veszed a hátizsákodat, olyan és is van. elmész a világ különböző pontjaira, tehát általában egyedül mész. Nem. Többnyire jön a hugom is Igen. velem, de ha Erika ezért azért úgy dönt, hogy most nem jön akkor én egy csoporthoz csatlakozom. A, a csoporthoz Persze, az a, a persze, csoport persze. Nem, nem, nem. 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 Az, 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 az a komfortomba már nem fér Aha. bele. Illetve, az a peremattani Krisztina. Az a, a, így va, ő fantasztikus. Igen. Egyébként az, az nekem nekem azért fontos, hogy tudjam, hogy este lesz szállásom, tudjam, hogy a reptéren ott vár egy autóbusz. Mondjuk az egy érdekes kaland volt talán 2020-ban. Laura lányom Vietnámban tanított angolt. És ugyan én jártam már a tévé által Vietnámban, de nagyon-nagyon-nagyon vonzott Kambodzsa és Angkor, és mondom, hát ha a gyerek ott van, a gyereket meg kell látogatni, és akkor már elmegyünk Kambodzsába. És bizony volt olyan, mikor megérkeztünk éjszaka Hanoiba, nem várt minket a transfer, ugye a mai gyerekek pikpak előveszik a telefont, és beírják, hogy merre van a szállásunk, és annyit nevettünk Laurával, mert a hajnali Hanoi, párás Hanoiban baktattunk háti zsákkal, természetesen a hátunkon, és mondtam, mama, ez pont olyan, mintha az Ázsia Express résztvevői lennénk ugye ennek a tévéműsornak. Tehát ott azért voltak kalandjaink, mert ott kettesben De voltunk. Te elég volt. Elég vad helyekre el. el. Van egy blogod. Van. És mondjuk Etiópia. Hát az valami fantasztikus és arról, volt. A, ott azt külön leírod, hogy téged a politika nem nagyon érdekel, mm. ám de, na de, de hát Etiópiában, mm. ahol kijöttek a diktatúrából, Igen. és tízezer politikai foglyot engedett egy Igen. ember szabadon, és megteremtette a szabad sajtót, de ebből egy ilyen pár hetes úton mit lehet egyébként észlelni? Látod, az előbb már elhangzott tőlem, hogy hogy az emberi, az emberi uh -huh. dolgok. Tehát én tudom, hogy egy, egy tíznapos, kéthetes úton nem fogsz a való világgal találkozni. Legfeljebb csak belekostolsz, bele vagy belekerülsz pillanatnyi helyzetekbe, de az, hogy ott találkozol emberekkel, és ha nem is beszéled a nyelvüket, mi nagyon nyitottan, nagyon mosolygósan járjuk a világot a húgommal. tehát ha összevillan a szemem, egy árussal, vagy mondok egy, az speciál Bocvánában volt, és ott, ott az Okavangó deltában ilyen kis lélekvesztő csónakokon hajókáztunk, és ott néztük, egy, egy helybéli volt, aki majd evezett, és mi ketten. Tehát így kellett elosztani a csoportot. És ahogy álltunk, egy, terebélyes nőszeméllyel összevillant a szemünk, egymásra mosolyogtunk, és mondtam a hugomnak, hogy figyelj, akkor mi vele megyünk. És Tulajdonképpen két szót nem váltottunk, ő egy okos asszony volt, mert mikor az elefánt hát részben elállta az útunkat, ő találta azt ki, hogy akkor tapsoljon a társaság, és majd az elefánt attól megijed. És odaértünk a táborhelyre, és akkor én azt éreztem, hogy nem tudok neki mit adni, most nem fogok a zsebébe 5 dollárt nyújtani, nem tudom, lehet, hogy jobban járt volna, de levettem a nyakamból a sálat, és odattam neki. És, és most ő viseli azt a sálat, amit én egyébként nagyon szerettem. Tehát nekem ezek sokkal fontosabbak, mint hogy most elkezdjek azon sopánkodni, mikor Tibetben voltunk, hogy igen, borzasztó, ami Tibettel történt borzasztó. De nem, én nem tudok, az én kis személyem nem tud azon változtatni, de annyi mosolygós emberrel a potala palota, minden este kiültünk a potala palota elé a hugommal, és jöttek oda, fényképezkedtünk, és ránk nevettek, és visszanevettünk, tehát ugyanígy Iránban is. Hát Annyi kedves emberrel, na most haragudjak Iránra, mert valahol ülnek fönt politikusok, itt is, ott is, amott is, és, és keltik a gyűlöletet? Nem, hát a hétköznapi ember az ott kedves. És a magyar ember milyen? Mert erről annyira nem beszélsz, de annyira. Igen, ez érdekes. Hogy... Mm -hmm. hogy, hogy, hogy... És amikor tudom, hogy mindenféle uh -huh. előadásaikat is tartasz, és azért arról beszél, hogy az okon tulajdonképpen még nem a médiáról beszélsz, hanem inkább ilyen életmód tanácsok ezek de hogy akkor is, hogy az elfogadás, 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 uh -huh. de közben annyi dolog van a világban és az uh -huh. országunkban is, amit nem lehet elfogadni. Szóval, hogy akkor ez, ezzel te mit csinálsz? Uh -huh. Tehát ezt próbálod tök kikapcsolni? É, nem, nem lesz valószínűleg szimpatikus, amit válaszolok, de így főleg 70 évesen azt gondolom, hogy és ez lehet, hogy önzőségnek is tűnik, de én, én, én jól akarom magam érezni, nem tudjuk hány év adatik még meg. Tehát igyekszem olyan emberekkel, nem dugom a fejem homokba, pontosan látom, de nem, nem rágom magam, nem hagyom magam idegesíteni azon, ami történik körülöttünk, most bármiről legyen szó. És nem mindig csak a politikával van a baj, hanem egyéb dolgokkal is, hanem akkor körülveszem magam olyan emberekkel, olyannal töltöm az időm, ami nekem jól esik, ami valamiféle örömöt ad. Tehát nem vagyok hajlandó az energiámat, a szívemet, a lelkemet gyötörni olyan dolgokkal, amin én nem fogok tudni változtatni. És mondom, lehet, hogy ez most sokaknak nem lesz szimpatikus. És, és ez önzőként, önzőségként is hangozhat, de igen. Viszont mikor elmegyek bárhova, mert ugye kérdezted, hogy előadások vagy találkozások, mm -hmm. oda természetszerűleg olyan emberek jönnek el, akik kedvelik ezt a jelenséget, vagy ezt a dolgot, amit én képviselek. Legyen az a pozitív életszemlélet, ami nem azt jelenti számomra, hogy ülök a rózsaszín felhőn, ha érdekel, választolok erre is, hogy mit jelent pozitívan gondolkodni, de oda is olyanok jönnek el. Nem egyszer oda jönnek hozzám, hogy Judit, olyan rég szeretem magát vagy téged, de eljöttem, hogy vajon az a kép, amit én magáról látok, az, az azonos-e azzal, amikor személyesen találkozunk? Hát remélem, hogy lényegében azonos. Hát ez a nagy kérdés, hogy egy közszereplő vagy egy tévés mennyiben azonos. Én... Vitrai azt tanította, hogy körülbelül Igen. olyannak kell lennie a képernyőn. Én erre törekedtem az a képernyőn is, annak idején, mikor tévéztem, hogy ne, ne, ne eljátszak egy szerepet, hogy én vagyok most a szép, okos, ilyen-olyan képernyős, hanem, hanem én. én nyilván van az életnek olyan része, amit megtartasz magadnak, ami, ami csak a tied, és nem tartozik a nagy közönségre, de még az se, hogy egyik nap meghalt az édesapám, és én másnap este egy fontos munkát elvégeztem a magyar televízióban, tudod? Tehát, hogy még az se tartozik az a természetes nagy közönség. volt, hogy megcsinálod? É, érdekes, a, a főnök asszonyom, vagy a vezetőm felajánlotta, hogy Judit, hát akkor de, és nem azért csináltam meg, hogy én ott csilloghassak abban a műsorban, hanem nekem az volt a dolgom. Az mi készítettük elő. Tehát nekem. Mert neked nagyon korán halt meg a Nagyon papá, korán, tehát igen, 50 éves 50 volt éves. és te 27 Igen, ha én. igen. Milyen tehát, érdekes hogy... tud ez, az időhöz való viszony 27 évesen nagy dráma volt, mert rövid idő alatt ment el apukám, de mégis azt mondtam magamnak, hogy de hát milyen szép élete volt apunak, és milyen szép kort ért meg és Mikor 50 éves lettem, akkor meg te jó Isten, hát hát az 50 év az még semmi egy ember életével. Hát akkor kezdődik a következő mondjuk így másik fele. Szóval úgy érezted, Bocsánat, hogy, igen, egy kicsit, úgy érezted, mert... hogy neked ez a, igen, ez akkor a dolgom, ez a, feladatom, csinálni. én ezt meg fogom csinálni legjobb tudásom szerint. Persze lehet ebben tudod egy kis menekülés is, mert akkor addig se a foglalkoztam, és addig se sírtunk, rittunk otthon, hanem hát tettem a dolgom, mert az a dolgom. Uh -huh. ja. Szóval én neked a pozitív élet mi a, szemlélet? Ja, ezt jól kiprovokáltam, na, hogy. na, na. E... <laughs> igen. Nézd, manapság már az emberek kicsit kezdik unni ezt a tudod, ez a szinte kézrátétel, hogy légy pozitív, gondolkoz pozitívan. Igen, ez az Amerikából átjövő ilyen izének tűnik, hogy na, akkor Igen, nem. Mindig, Nekem nem. Hát Na. Mert tudnám sorolni, hogy hány olyan kudarc, csalódás fájdalom, veszteség ért az életemben. Egy soha nem hagyom magam hosszan. Egy. Egy helyzet volt, amikor eldöntöttem, hogy eljöjjek a tévéből. Azt, azt utólag mondom, hogy sajnos nagyon hosszan gyötrődtem, hogy jöjjek, vagy maradjak. Nem, nem volt, most én viszem el kicsit másfelé, de majd térünk vissza. Hogy ugye 48 évesen Igen. jöttél el, egyrészt már úgy érezted, hogy kiöregettél, miközben most azóta, azóta tévéz el, ugye? Igen. Most 70 évesen, és de nem volt melót, tehát hogy te Ez meg volt is A, meg baj. Is sértöttél. Tehát a sértődés lehet, nem jó szó, hana, hana. hanem, hanem így, így meg voltam hökkelve, hogy most akkor mi történik? Hát eddig, eh, ahogy az előbb már mondtam, hetente négyszer-ötször voltam képernyőn, és akkor most semmi, se, semmi feladat, és semmi és telefon. És mi történt? Eh, könnyen is engedtek el, mikor aztán bejelentettem, hogy eljövök, és nagyon érdekes, hogy nem olyan régen, most nem emlékszem a névre, de televíziós szakember beszélt arról, és végül is van realitása a dolognak, hogy ugye 97-98-ban indultak a kereskedelmi tévék, ahol csupa fiatal arccal indították el a a leges legtöbb műsort most utána lehetne bogarászni, de én pedig akkor már jócskán középkorú voltam. Tehát az állami tévé, vagy közszolgálati tévében ott volt egy ilyen bizonytalanság, hogy akkor most hogy fogjuk mi felvenni a versenyt, a kereskedelmi, mi is fiatalítsunk, keressünk fiatal arcokat. Na most ez is lehet egy magyarázat arra, hogy engem olyan könnyen elengedtek, de ugye ez már éppen az előbb számoltam ki lassan, 25 éve. Igen, hogy de mondod, hogy azért ez rágott téged, Ez, tehát nagyon, tehát, ez nagyon, ez nagyon nehezen döntött. Én nagyon-nagyon szerettem tévézni. Én, én, mindent, mindent ennek rendeltem. De bementél, és mit mondtál, amikor fölmondtál? Hát előző este, mint Tatjána anyaginnak megírtam az elbocsátó, elbocsátásomat kérő ö, levelet, és semmi. Tehát te azt mondtam, hogy elfogok, szeretnék elmenni. És erre nem az történt, ami a lelkem mélyén jól esett, volna, hogy ugyan Judit, várjon még egy kicsit, majd alakul ez, majd végig gondoljuk, most pihenjen egy kicsit. Tehát nem ez történt, hanem szó nélkül aláírták. Akkor meg miért is sírtam, Rita én ott másfél éven keresztül, hogy eljöjjek, vagy ne jöjjek, tudod, hát így utólag, úgyhogy. És akkor ott voltál a vákumban, és mit történt? É, hát az igazsághoz, a pontos igazsághoz hozzátartozik, hogy az utolsó lépés megtételében segített az, hogy engem felhívott valamikor nyár közepén egy ügynökség, hogy egy nagy, akkor még nem volt divat, hogy ismert tévések, színészek reklámokat elvállaljanak. Volt már rá precedens, de nem sok, hogy egy terméknek az arcának akarnak engem. És hát akkor, amikor több mint egy éve nem dolgoztam, mert nem volt munkám, én a nagy hős azt mondtam, hát erről szó nem lehet, én egy közszolgálati valaki vagyok, és hát ez, és azt mondja, ugyanúgy, Judit, gondolt ezt végig. És akkor végig gondoltam, Tehát az első lépésben, anyagilag, tevékenységben, az első mondjuk egy évben, fél évben átsegített engem azon, hogy jó, és akkor most mi lesz a következő, akárhány évben, ez volt az egyik. A másik októberben jöttem el a tévéből, és decemberben egy kedves családi barát, nem is kultúrában dolgozott, felvetette, hogy miért nem írsz te könyvet Andrei. És akkor erre, erre is nagy önbizalommal azt válaszoltam, hogy figyelj, az én életem se nem annyira színes, se nem annyira botrányos, hogy könyvbe kívánkozna, de mégiscsak ott maradt a fülemben ez a mondat, és akkor kezdtem el az első könyvemet, az Anno 2000 könyvemet kitalálni, összehozni, megcsinálni. Szóval, Sőt, végül is egy könyvkiadót is gründöltet. Hát a könyvkiadó, ez mindig tudod, olyan jól hangzik, hogy könyvkiadó, ez azt jelenti, hogy én vagyok egy Aha. szemébe. De hát volt olyan, amikor meghozták a könyvszállítmányt, az ráadásul egy nagy példányszám, jó nagy könyvekkel, és mondja a sofőr, hogy hát akkor ezt le kéne pakolni. Hát mondom, jöjjenek nyugodtan. Azt mondja, nem, én egyedül vagyok. És körülbelül nem tudom, másfél torna könyvet pakoltunk le a, a pincébe. Én SK, tehát a könyvkiadó, nem lett, ebből nem lett egy komoly kiadó, mert nem, nem de ehhez üzleti érzék is kell. Itt kellett volna jó kapcsolatrendszerek, tehát és ez, ez, ezt én nem tudtam. Saját könyveimet kiadom, azon kívül még egy-két könyvet kiadtam, és, és ennyi. Tehát és nem... ebből akkor meg lehetett élni? Én nem, sok minden tevékenységem volt azért nekem az elmúlt 25 évben, vagy van is. Ugye egyrészt a könyvek által elkezdtek engem íróvalvasó találkozóra hívni. Lettem én egészséges csontok nagykövete ott is konferenciák, moderátori szerep. Azt hittem, hogy gyorsan el leszek felejtve, mint, mint média munkás, azért még sokszor hívtak ilyen-olyan műsorvezetésre. Tehát sok minden történt, és aztán elindult a Korhatártalanul program, akkor ugye valahol a beszélgetés vonalán, hogy, hogy miről is tartok előadást, tehát az aktív idősödés is egy nagyon, most, mostanra aztán végképp egy nagyon népszerű téma lett, vagy nagyon aktuális téma, úgyhogy hát ezekből így csúran cseppen ez is, nézd a szabadúszásnak, és ennek a nagy szuverenitásnak, amit én ö, itt képviselek, vagy nagy szabadság szeretetnek, az is benne van, hogy egyszer fent, egyszer lent. Egyszer jóval fentebb, és egyszer jóval lentebb. Hát most... De voltál te, hogy Isten igazából padló? Nem. Kivéve azt a 97-98, nem, mert, és akkor visszatérek a pozitív uh -huh. gondolkodáshoz, mert nem hagyom magam, és minél jobban idősödöm, nem hagyom magam hosszan ott a mélyén, vagy, vagy lent lenni. Tehát cibálom a, a hajamat kifelé, és ugye. Ö, Ezt hogy kell csinálni egyébként? Hogy azt mondom magamnak, hogy figyelj, lehet, hogy most ez van, de máskor is voltál már ilyen, az idősödőknek ezt szoktam mondani, hogy figyeljetek, mi már annyi mindent átéltünk, hogy akármilyen nehéz helyzetbe kerülünk, akkor is ki tudunk belőle jönni, mert jó néhányszor már átéltünk ilyen vagy ehhez hasonló helyzetet. És hogy igenis erőt, tehát hát én, én meggyőzöm magam, hogy, hogy, hogy. Tehát olyan, mondok neked még egyet. Én így rendre, amikor a karácsonynak vége, néhány napig nem jó szó az, hogy depresszió, mert ugye az egy komoly dolog, de mondjuk egy ilyen melankólikus hangulatba kerülök, hogy ó, hát jó így, jó így ez a kis semmit, á, nem is tudom. És egyszer csak azt mondom, hogy de hát ilyen nincsen, hát akkor készülök a következő felvételre, készülök a következő előadás, is, mint egy öreg gőzmozdony, így beindulok és teszem a dolgom. Tehát én nekem ez mániám, hogy a tevékenység az bármilyen helyzetből kihoz ki téged. Én és legalábbis... akkor van tévéműsorod. Hát ami... képzeld el. <gül> <gül> én, én mély hittel mondtam 98-ban, hogy soha többé és egyáltalán, és aztán csak rászántam magam. Te, azt te akartad akkor, tehát nem se én akartam. Látod, az, az, életemen, ha végig lépegetnék, és egyes szakaszait megnézném, nagyon sokszor mások gondolkoztak bennem. Anno a tévében is, és másoknak jutok eszébe, mások, tehát én nem voltam egy ilyen kopogtatós, nem ítélem el, ha valaki kopogtatós és ajánkozik, de én meg nem, nem voltam hmm. olyan. És akkor tulajdonképpen a COVID környékén ugye sokan kezdtek el podcastot, ilyen-olyan beszélgetős, és több barát, hát te miért nem beszélgetsz? Hát te szeret, én egyébként én egész életemben beszélgettem, nem csak a kamer, én imádok beszélgetni, engem nagyon érdekelnek az emberek, tehát nem tudom, beülök egy taxiba, és öt perc múlva beszélgetünk a sofőrrel a világ nagy dolgairól. Tehát én, 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 nekem az nem is kell feltétlenül kamera előtt, vagy mikrofon előtt ülni, hogy kíváncsi legyek valakire. És akkor többször, és, hát ez megint egy tipikus női, nő, női Női, dolog, hogy meghívtak engem a TV Szentendrébe születésnap apropóján, és egy pici stúdió, beléptem, és türki színű, a ked egyik kedvenc színem a piros mellett, kanapé és fotel. És teljesen beleszerettem. És akkor innen indult el, hogy lehet, hogy a TV Szentendrével tudnék kooperálni, és akkor szerencsémre ők nyitottak voltak, és így profi körülmények között csináljuk a műsoraimat, és akkor így, így lett nekem. YouTube csatornám, ami megint olyan dolog tudott, hogy a legfontosabb belőle az, hogy engem elszórakoztat, hogy én arra komolyan készülök, hogy utána olvasok, hogy átgondolom, mint ahogy te is, hogy akkor nagyjából hogyan, milyen úton megyünk végig. És akkor engem ez elszórakoztat, és ha megnézik, annak én nagyon örülök de egyfajta értékmentés is, mert nyilván neked is fontos, hogy X tízezren akármennyien megnézzenek egy-egy műsorodat. Én is boldog vagyok, ha látom, hogy emelkedik a szám. De vannak olyan vendégeim, akik csak mondjuk ezren néznek Nekem meg. Nekem is, és szándékosan akkor is hívom, mert tudom, Így, hogy legyen erről meg. Pont, hát Már akkor vagy... most kezdet fogunk Igen. és egy ölelése. Mert azt mondom, hogy egy román Sándorral aki, aki, egy zseniális táncművész és színház alapító, legyen ott egy beszélgetés, és nem tudom, lehet, hogy majd egyszer valaki mégis azt mondja, hogy na, ebből veszünk ki, vagy, vagy ebből informálódik. Én is így gondolkozom. Szentendre az... Tudom, hogy nagyon fontos Igen. neked, kaptál is Hát most már 55, vagy... hát nem díjat kaptam, díszpolgár lettem Gábor. Bárba, Ez nekem egy olyan boldogság, hogy élsz egy kisvárosban, ahol te nem a híres Endre Judit vagy, te ott egy polgárad, vagy egy lakó vagy, vagy érted, ott nem sminkbe járok, nem. Néha a hugom rám néz, és azt mondja, hogy Juditkám, ha valaki így meglát téged, érted? És akkor egyszer csak mégis azt mondják, hogy értékelik, hogy te itt élsz, mégis értékelik, amit a városban, így úgy amúgy csinálsz. Én Szentendrének, ha bármilyen módon tehettem, vagy tehet, teszem mind a mai napig, hogy mondjam, hírét viszem ugye a közösségi médiában is, úgyhogy nekem ez Te nagy, nagy oda? A szüleimnek köszönhetően, ami, amiért végtelen hála van a szívünkben a hugommal együtt. Tehát az ők, ők érezték úgy 70-es évek elején, hogy, hogy, hogy tenyőről menjünk valamerre el, és, és ők döntöttek Szentendre mellett, és mi ezért nagyon hálásak vagyunk. Mi a jó benne? Egyébként most, amit mindannyian tudunk, hogy ez szép kis város, meg szépként, én időnként tök De magam. Szép, mi gondolod, hogy, hogy én nem? Hát, hogy minden múzeum nyáron is, mit tudom én, bezár négykor, ötkor, halad eh, hát izé, hogy este semmi nincs. Tehát, hogy nincs, Hát ott olyan idegenforgalom, forgalom, és annyi, min annyi minden lehetne, Igen. és ö, színházaknak, még az éttermek is, be, tízkor bezár minden, hát annak egy mediterrán olyan. városnak kéne lenni, olyan. nem? Hát amikor mi csináltuk Erikával, és mindjárt válaszolok egy kérdésre, hogy mi a jó benne. Amikor a tévét abba hajtam, akkor kétszer szerveztünk fesztivált. És a gasztronómiai fesztiválon, egyrészt Magyarországon én csináltam először olyan fesztivál részt, amikor hírességek főztek, abból most már ugye a tévéműsorok zömelet, és akkor mi a hugommal kitaláltuk azt, hogy Szentendre legyen nyitva este is. Tehát ott Csináltunk van ezzel szent, de éjjel nappal. Hát nyitva az ez már az azóta, azóta lett, igen, igen, de, igen, de ezt is. De az én... pár nap, és utána nincs éjjel. -nappal igen, nyitva. Igen. Én, én szeretem a léptékét, valószínűleg. Tehát, mint ahogy Budapesten nem tudtam volna élni, szeretem azt, hogy, hogy, hogy ott engem, ahogy szoktam mondani, nem. Nem a híres Endre Juditot, hanem Judit, hogy van? Jól vagy? Szia, Judit! Tehát ott, ott, otthonra találtunk. Ez az, ez amit is... megtalálnál hát, bármelyik kisvárosban nem valószínűleg. valószínűleg. Hát akkor, nem, akkor szeretem azt, hogy romantikus hely. Szeretem azt, hogy olykor tele van az em a város turistákkal, hogy ezer nyelven szólalnak meg mellettem. Aztán szeretem azt, amikor este felmegyünk a templomdombra, és akkor ott sétálunk, és sehol egy lélek. Tehát egy nagyon sok színű kisváros, nincs, nincs, látod, nem fogok tudni most egy valamit mondani, ami, ami sehol máshol a világon nincs. Hát de ez az otthonom 50 éve, szeretnek itt engem, én is szeretem, és bosszankodom ugyanúgy, most a bicikliút miatt bosszankodtunk. Mert mert, az... hát mert Mert a patak partját nagyon, tehát a, tud, ez, ez a, pat, a bükkös patak az egy gyönyörű, szép, nem, te biztos nem sétáltál még azon a részen, ahol, ahol a természetes meder, a természetes bokrok, fák környezet megvolt, most azt teljesen szétdulták, mert valami uniós pályázatból tudtak bicikliutat építeni, de nem is akarom ezzel hosszan az időt tölteni. Majd megszokjuk, kész. Mm -hmm. Szóval szeretem, szeretem Szent André, ahogy elhelyezkedik, tudod, amikor külföldről hazajövök és imádok határon túl lenni, de amikor meglátom ott a pilis ölelésében, akkor ez a tudod, van egy a, a söndörgő meg a konyha együttesnek ez a haza-haza, ők nagyon szépen megfogalmazták, hogy mehetsz bárhova a világba, de ezek a macska kövek téged mindig ide visszavárnak. Tehát az otthonom, hát le, nem kell ahhoz egészen különleges helynek lenni, hogy valahol te nagyon otthon érezd magad. Egy szép házban élek, gyönyörű kilátás van, kelettől napnyugtáig látom a napjárását, a téli állásából látom, hogy elmegy a nyár, tehát ez az otthonom, és szerintem ez a lényeg. Te azt szoktad mondani, hogy egyedül élsz, de nem magányosan. Persze, hát Persze. És hogy neked jó egyedül élni, ugye volt, volt igen, a. Igen, volt társa, a, kis a gyermekeim, édes, belésütött pénz. Igen. igen. Ö, nem tudom, mikor vártatok -e hát, nem is végül is. Bár jó pár éve, jó, tizen jó pár éve. éve. De hogy, hogy, hogy te neked jó így. Tehát, hogy nem feltétlenül kell mellé, nem társ. Én hiszem azt, hogy, hogy. És akkor most nőkről beszélek, ugye, mert vannak nők, akik el nem tudják képzelni, hogy egyedül, vagy akár korombéli nő, de még mindig arra vágyik, hogy társa legyen. Lehet, hogy ebben is az én bika önfejűségem, vagy akár önzőségem is benne van, tudod, hogy már ne kelljen nekem máshoz alkalmazkodni. Már ne kelljen elviselni mondjuk, hogy hazajövök este valahonnan vidékről, és akkor valaki úgy rám néz, hogy akkor, akkor most, akkor most jössz haza. Most ilyen feltételezéseket mondok, mert soha senki nem bánt így velem, Péter se természetesen, de én, én szeretek már magam dönteni az, a sorsomat illetően, hogy, hogy hogy élek, hogy mit csinálok, hogy mivel töltöm az időm. Tehát van, hogy ott a vasalni való, de inkább elmegyek gyalogolni, vagy most egy picit változott a helyzet, mert Laurám hazajött Hollandiából, és ez a nagy-nagy békesség egy kicsit borult, de hát nyilván az ember a gyerek. Hát most Hát most igen, lányad. most itt Még él, ez. igen. Egyik lánya, de másik. A Nóra pedig ő Pesten él és dolgozik, egy nagyon szép munkája van, úgyhogy. Lassan ők is sinre kerülnek, tudod? Az a baj a mai gyerekekkel, hogy szemrányást tesszünk nekik, hogy, hogy még mindig mama hotel, meg még mindig itt vagytok, meg még mindig nem szakadtatok le, és közben egész biztos, hogy a lelkünk mélyén mi szülők, és legfőképpen anyák tehetünk erről, hogy a gyerekek még mindig valahogy úgy kapaszkodnak belénk. De az igaz, hogy te nagyon föl se hívod őket, megvárod, hogy ők hívjanak, hát, hogy jaj, e nehogy e szavad e őket, és akkor max küldsz egy ilyen igen, valami igen, így, ö ikont, így, így. és akkor visszaküld egy másik ikon, és megnyugsz, hogy él még. Így van, ez pontosan így van, ez tényleg így van, mert ugye ez az üres fészek szindróma, ez egy komoly dolog, hogy, hogy, a gyerekek kirepülnek, és én sokszor Facebookon is olvasom, vagy akár egy találkozásnál, is, mikor egy anyuka elkezdő, hogy jaj, egy én alig várom, hogy az a gyere, és alig vár. Nem, a, a, gyerekeket valahogy lökni kéne, hogy, hogy önállósodjanak, hogy, hogy küzdjenek meg a saját, saját életükért, vagy helytállásukért, mert ha én ott sopánkodom a sarkú, hogy de hiányzol kicsikém, ó, de jó lenne, ha, mennyivel jobb lenne, itt, akkor az ő helyzetét nehezítem. Nekem, nekünk szerintem arra kell törekedni, hogy ő legyen nyugodt én felőlem, érted? Úgyhogy mondom, tehát, hogy ő neki ne kelljen aggódni az de. anyukája, vagy éppen az apukája miatt, hanem ő tegye a dolgát, azt úgy is tudja mindig, hogy, hogy a mama vagy a papa az, az mindig van amíg élünk. Tehát az, a, rám, rám a gyerekeim mindig számíthatnak. Mi egyébként egy elég olaszos temperamentumú család vagyunk, tehát rólam ugye úgy gondolják, hogy ez az aranyos, kedves, nyugodt. Engem egyedül a gyerekeim tudnak kibillenteni. Miközben mondtad, hogy tudsz, de az éhiszt is meg elviselhetetlen le is lenni. Van, tudok, tudok, de érdekes módon munkában nagyon jól tudok együtt dolgozni. A családom az, aki ki tud engem billenteni. Azt mondtad, hogy te nagyon szereted az életedet, Igen. és nagyon sajnálod majd itt hagyni. Hát ja, hát ki nem? Szóval hogy képzeled, mi lesz még a, ameddig, ameddig megadatik neked? Érdekes dolog ez, mert nyilván nem, nem naponta gondolkozom azon, hogy mennyi még az annyi. Ö, amikor átvillan rajtam, hogy, hogy, jóval kevesebb, mint amennyi eltelt, akkor, akkor, azért úgy ez a gondolat van bennem, hogy, hogy sajnálni fogom. Hogy képzelem, hogy a normális ember arra vágyik, hogy szépen este lefekszik, és reggel nem kell fel, és akkor fájdalommentesen az, hogy fáj az mara itt maradóknak, hát persze, hogy fáj, de, de hát nem tudjuk, ez, ez, az egy dolog, amin így nem tudunk, tehát ezt nem tudjuk megrendelni, hogy jó Istenkém, akkor légy szíves nekem, fájdalommentes meg. Tehát biztos, most még nagyon nyüzsgök, és ez jól is esik, hogy menni, hogy hívnak, hogy számítanak rám, hogy feladatokat kapok, vagy csinálok magamnak, de biztos, hogy eljön majd az az idő, amikor, amikor tényleg otthon üldögélek, és egy teja, és a jó, oké, okay, az öt kilométert még lehet, hogy lecsökkentem kicsit, de azért mozgát nem tudom. Tehát nem, nem is nagyon akarok. Tudod, az az igazság, hogy kicsit, hogy szoktam fogalmazni? Az orromig látok. Tehát, hogy most jó, most legyen ez még, tartson még ez egy darabig, és amikor majd egy következő szakaszhoz éreg, Isten adja egy. egy nem is mondom, mert a gyerekeim ilyenkor mondják, hogy mama töröl, töröl, tehát ki sem mondom, akkor majd, majd, akkor azt oldjuk meg, vagy majd arra találunk megoldást. De most, most még jó. Köszönöm, hogy jöttél, és legyen sokáig jó. Köszönöm szépen, Gábor. És önöknek is köszönöm, ha néztek minket. Endrei Judit volt a Borta kávé vendége. Viszontlátásra.